2023. május 1-én a nagysallói református templom kertje megtelt látogatókkal. Ezen a napon került sor a 7. Barsi Református Egyházmegyei majálisra, melynek házigazdája a helyi református gyülekezet volt. A nagysallói református templomban a 7. egyházmegyei majális alkalmával dr. Karaszon István teológiai professzorunk szolgálta az igével, nagyon nagy megtiszteltetése számomra, ő maga tanított is engem az ószövetségi tanszéken belül. Nagyon nagy öröm ez mindannyiunk számára, egész gyülekezet részére, hogy ebben az évben éppen Nagysallóba esett a választás. Tulajdonképpen Nagysalló régóta készülődött. Régóta készülőben volt az a lehetőség, az az alkalom, hogy egyszer elérkezik hozzánk is a majális megszervezésének a része. Sok helyen volt, ugye ez már a Barsi Református Egyházmegyén belül a 7. alkalom. Nem is tudom pontosan felsorolni, melyik gyülekezetek voltak azok. Azt tudom, hogy tavaly Sárói Református Gyülekezet vállalta a majális megszervezését. Nagyon áldott és nagyon kedves lehetőség ez arra, hogy összehívjuk az egész Barsi Egyházmegyét, az egyházmegyén kívüli gyülekezeteket, más egyházmegyéből is, sőt még Magyarországról is érkeztek közénk. Maga professzor úr is Budapest érkezett közénk. Megtiszteltetés ez a nagysallói gyülekezet részére is, számomra is, ez egy hatalmas főpróba, és különös kegyelmét értük meg az Úristennek abban, hogy egyrészt kaptunk szép időt, egész héten nézegettük az időjárás jelentést, hogy jó idő lesz, nem lesz jó idő, és ez egész héten az ő kegyelmét és szeretetét mutatta meg abban, hogy tudtunk szervezni, és ez a tömeg, akik most a hátunk mögött itt vannak, ez a tömeg is igazán arról szól, hogy sokan vagyunk, akik szeretnénk az Úr árnyékában egy kicsit megpihenni, egy kicsit egymás hite által épülni, egymás szeretetében elmerülni. Örülünk ennek, hogy ebben az évben mi szervezhettük meg az egyházmegyei majálist, és én hiszem azt, hogy gyülekezetépítő alkalom számunkra, és sokáig fogunk még ebből lelkileg táplálkozni. Az istentisztelettel párhuzamosan zajlott a gyermekistentisztelet, és a legkisebbeket pedig a ringatóban várta Révés Csilla lelkésznő. Nagyon nagy dolog az, hogy ilyen sok gyerek átvonult, hogy az egész családok vannak itt közöttünk, nem pedig csupán idősek, vagy csupán fiatalok, hiszen éppen erről szólna ennek az egyházmegyei majálisnak is a témája, a lényege, a család, a hűség, a szeretet, a házasság intézménye, házasság intézményének a megtartása és megerősítése, és mi más lehetne ennek szebb és csodálatosabb jele, mint hogy az egész családok együtt vannak, generációkat összekötve, nagyszülők, szülőkkel és unokákkal együtt. Jó leső érzés hallani őket, ahogy énekelnek és ahogy játszanak. Mert évek hosszú sora, ami erre az akciókra járunk, azért is szeretünk főzni, azért jöttünk főzni Nagysallóban is. Másik dolog, meg hát gyülekezetünk élni akár, élünk, folytassuk a munkaállatainkot, és nagyon örömmel jöttünk Nagysallóba főzni. Mi a Fegyverneki Református Gyülekezet tagjai vagyunk. Nagyon jó érezzük itt magunkat. Mi a környezet, minden, nagyon-nagyon jó érezzük magunkat. Hát mi olyan különlegeset főzünk, csülök pörköltött pacallal. Igen. Talán furcsán hat, hogy egy egyházi esemény éppen május 1-én történik, és akkor jön össze az egyházmegyének a közössége, de körülbelül 10 évvel ezelőtt jött az az ötlet a lévai gyülekezet részéről, hogy próbáljuk meg az egyházmegye közösségeit és gyülekezeteit összefogni, hogy legyen egy olyan nap, amelyet közösen eltöltünk, amikor Isten igéjét egy kicsit másféleképpen tálaljuk a közösségünk elé, mint ahogy az megszokott egy templomi közösségen belül. De hát lényegében maga ez az alkalom, ez az egyházmegyei majális és családi nap mindig az adott közösségen belül
a templomban kezdődik egy istentisztelettel, és egy igeköri, egy mottóköri csoportosítva szervezzük meg egy-egy alkalomnak a programját, és ehhez kapcsolódóan tudunk egy egész napot együtt tölteni. Hát lényegében a Barsi Egyházmegye lelkipásztori gyülekezeteinek a száma is lényegében az elmúlt évtizedek folyamán sajnos úgy megfogyatkozott, hogy szükségesnek tartottuk azt, hogy kifejezésre jutatjuk az összetartozást, az egységet, és egymást buzdítani tudjuk. Itt többnyire azok az emberek vannak jelen egy-egy közösségen belül, akik otthon is a saját gyülekezetükben szolgálnak, akár presbiterként, akár gyülekezeti tagként, lelkipásztorként, és jó ilyenkor együtt lenni és találkozni, egymást vállát megveregetni, jó elcsendesedni, együtt vinni Isten elé az életünket, a szolgálatunkat. Hát ezért született ez az ötlet, és 2013-ban Hontvizes gyarmaton volt az első ilyen alkalom, hasonlóan verőfényes napsütéssel, gazdag programmal, és hát nagyon örülünk annak, hogy most már 10 év elteltével is ez az összetartozás és ez a szolgálat fennmaradt, és én hiszem azt, hogy a továbbiakban is építeni fogja a közösségeinket. Sure.